Karikó Katalin magyar biokémikus és Drew Weissman amerikai mikrobiológus kapta az idei orvosi élettani Nobel-díjat. Az illetékes bizottság indoklása szerint mindketten az mRNA-s alapú vakcinák kifejlesztését megalapozó felfedezéseikért kapják az elismerést. Jakab Ferenccel beszélgetünk. Professzor úr, jó estét kívánok, köszönöm, hogy itt van velünk. Jó estét kívánok mindenkinek. Kezdjük azzal a gratuláción túl, ami Karikó Katalint illeti, hogy ez persze értelmeznünk sem kell, óriási dolog, hogy igazából azt segítsen megértenünk, hogy azon túl, hogy persze Covid, meg virológia, meg eljárások, igazából miben rejlik az a felfedezés, ami ennyire úttörő volt, ennyire áttörő volt, hogy két Nobel-díjat is megért egy este alatt. Jó, hát köszönöm a gratulációt, azért mindenféleképpen tegyük meg, és ezúttal is szeretnék gratulálni Karikó Katalinnak és az összes munkatársának ezért a fantasztikus eredménye. Azt gondolom, ez minden kutatónak a legnagyobb álma és legnagyobb elismerése egy ilyen Nobel-díjnak az elnyerése. A felfedezés tulajdonképpen a módosított mRNA-sen alapul. Nagyon-nagyon röviden és tényleg közérthetően, hogyha az emberi szervezetbe bármilyen okból egy ilyen mRNA-s molekulát beviszünk, akkor azt a szervezetünk idegennek tekinti, és egy gyulladásos reakciót vált ki, egy gyulladásos folyamatot indít el. Ennek a felfedezésnek és a módosított mRNA-s technológiának az volt a lényeg, és az a lényege, hogy olyan kisebb úgynevezett nukleozidokat cseréltek ki benne, amelynek hatására egy kicsit változott a molekula, és ennek mentén a szervezet már nem idegenként ismeri föl, hanem tulajdonképpen úgy viselkedik az emberi sejtekben, mintha a sajátunk lenne. És ezt a hatalmas előnyét tudjuk arra kihasználni, hogy például különböző betegségek ellen termelt fehérjéket, vagy bármilyen anyagot tudjanak elő létrehozni, amely aztán a betegség gyógyításához és gyógyulásához, beteggyógyulásához vezet. Nem a vakcina volt egyébként az első ilyen kísérlet, amiben ez megtörtént. Tehát ilyen mRNA-s technológiát alkalmaztak már például a szívinfarktuson átesett személyek kezelésére, a cukorbetegség kezelésére is tettek lépéseket a rák terápiában is, tehát azért számos alkalmazási területe volt. Nyilván a koronavírus járvány az, ami ezt egészet fellendítette, hiszen ott a vakcinában történő alkalmazása az tökéletesen bevált, és tulajdonképpen megmentette a világot. Ezt akartam kérdezni, hogyha nincs a Covid-járvány, ami hát szörnyű volt mindenestül, akkor ez a felfedezés olyan sebességgel terjed el, mint ami ennek most gondoljuk, hogy hát persze, hát, hiszen ez volt a vakcinában. Hány milliót és 100 milliót adtak be belőle. Szóval, hogy mennyit segít az orvostudományon, a kutatásokon sok esetben egy ilyen egyébként biológiai baleset, mint a Covid? Tagadhatatlan, hogy biztos, hogy sokat lendített rajta. Az nem kérdés, hogy egyébként ez a technológia előbb-utóbb beért volna, és elismeréssel illették volna. A Covid-járvány az felgyorsította ezt a folyamatot természetesen, de önmagában a felfedezés az most és a jövőbe mutatóan hatalmas lépés. Mire fogjuk tudni használni azon túlmenőleg, hogy vakcinázunk általa? Hát az biztos, hogy a vakcinagyártás profilját és irányát a jövőben gyökeresen meg fogja változtatni. És ezen kívül én azt gondolom, hogy a vizsgálatok, a kutatások nem folynak, vagy nem állnak le, folynak tovább, és biztos vagyok benne, hogy az előbb említett betegségek mellett még számos olyan betegség. Én egyébként nagyon hiszem, hogy a rákterápiában ez hosszú távon szintén egy nagyon fontos lépés lesz ennek a technológiának az alkalmazása, de számos az orvostudomány több területén is azt gondolom, hogy kamatoztatni fogják. Vannak olyan vélemények is, hát ezt lehetett az elmúlt időszakban is olvasni, mert hiszen egy évvel ezelőtt is nagyon sokan azt várták, remélték, hogy Karikó Katalin megkapja ezt a Nobel-díjat, miért ne kaphatta volna meg egy évvel ezelőtt, hiszen a technológia azóta mit sem változott. Szóval azóta lehet ezt újra és újra olvasni, hogy bezzeg ezt Amerikában lehetett csak elérni, hogyha itthon marad Magyarországon, akkor ez mind nincs. Ön, miután a Pécsi Tudományi Egyetem innovációs rektor helyettese, így aztán jóhoz fordulok, ha azt kérdezem, hogy ez a vélekedés. És ez mennyire megalapozott? Én azt gondolom, hogy nem az. Őszintén hiszem, hogy nem az. Egy jó kutató nagyon sok elszántsággal, iszonyatos nagy kitartással és munkával azt gondolom, hogy minden lehetőség megvan arra, még akkor is, hogyha a tudomány és a tudományfinanszírozás
alacsonyabb szinten van az átlagosnál Magyarországon, mint azt várnánk. Ennek ellenére azt gondolom, hogy jelen helyzetben a jelen infrastruktúrális hátterek mellett Magyarországon is fantasztikus eredményeket lehet elérni. Nyilvánvalóan hozzátett és nagyon sokat segített az, hogy ezt egy amerikai egyetemen tudta véghez vinni, de én azt hiszem, hogy alapvetően nem ez határozza meg. Mi a különleges abban önmagában, hogy ezt megpróbálom úgy kérdezni, hogy ne legyen ennyire furcsa, mint ahogy elkezdtem. Szóval Karikó Katalin egy magyar tudósként ér el amerikai egyetem színeiben egy német technológiai óriás alapvető pénzügyi támogatásával egy svéd díjat. Ez így egy óriási nemzetközi katyvasz, ha úgy vesszük. Ez mennyire magyar, mennyire amerikai, mennyire német ez a díj? Karikó Katalin személyén túl. Ezt akartam mondani, ez a díj Karikó Katalin. Tehát az, hogy ő ezt Magyarországon kezdte, ezt a kutatást, Németországban folytatta, aztán Amerikában fejezte be, ez azt gondolom, hogy csak földrajzi és lokalizációs kérdés. Én ezt vallom és hiszem, hogy ez Karikó Katalin kitartásán, elszántságán múlott, és az, hogy abban, amiben hitt, és az a tudományos vonal, amiben ő hitt, azt ő véghez vitte, nem adta föl. És még ha nehézsége is ütközött, mert tudjuk, hogy Németországban és Amerikában is számos nehézségbe ütközött, ennek erre továbbment töretlenül, és ha nem ott, akkor egy másik intézményre folytatta kutatásait. Tehát ez a díj, ez nem határokon átívelő, hanem ez Karikó Katalin és munkatársainak az elismerése. Milyen érdekes tapasztalat ez az emberi kitartásról és annak az eredményéről. Persze mindig nem hozza meg a gyümölcsét, de hogyha nincs kitartás, akkor azt látjuk a sok-sok példából, akkor Nobel-díj sincs, nagy felfedezések sincsenek. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, szép estét kívánok önnek, és hasonló sikereket, mint Karikó Kataliné, aki előtt emeljük a kalapunkat. Köszönöm szépen. Köszönöm, minden jót.